Ady Endre, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Az első világháborúban 179 dombovári és 150 új dombovári, míg a másodikban 217 dombovári és 58 új dombovári katona, Levente, polgári áldozat és 541 zsidó mártír munkaszolgálatos esett áldozatul a világégésnek. De nem csak rájuk emlékeztek, hanem a világháborúban meghalt magyar katonák emléke előtt is tisztelektek. Ezek a férfiak függetlenül a rangjuktól, származásuktól vagy vagyoni helyzetüktől azt áldozták fel a háborúban, ami a legnagyobb kincsük volt, az életüket. Élni akaró, erejük teljében lévő felnőttek, sőt gyakran alig-alig felnőttek voltak, akik a hazatérésben és a békés jövőben reménykedtek. Sok ezer honfitársunk vallási, nemzeti és társadalmi hovatartozástól függetlenül hősként harcolt a hazáért, és lelt örök nyugalmat több ezer kilométerre. Doberdónál a sziklák között, vagy valahol Kelet-Oroszországban egyedül vagy tömegsírban, névtelenül. De a lövészárkok vagy a drótkerítések mögötti áldozatok mellett meg kell állni azokért is, akik a hátországban élték meg a borzalmakat. Beszédemben kiemeltem az asszonyokat is, és az otthon maradottakat, hiszen ne felejtsük el, hogy míg a férfiak a frontokon helytálltak, függetlenül attól, hogy az első világháborúról vagy a második világháborúról beszélünk, valakinek otthon működtetni kellett a gazdaságot, valakinek a karonülő gyerekeket fel kellett nevelni, és ez a feladat nagyrészt az asszonyokra és az otthon maradt öregekre hárult. Tehát az ő szerepük, én azt gondolom, mint háttérország legalább annyira fontos és kiemelésre méltó, mint a hős katonák ilyen háború frontjain. És nem csak a harcmezők hősei fontosak, hanem az otthon maradt emberek küzdelmei is. Az asszonyokat kell kiemelni elsősorban, az ő küzdelmüket az életben maradásért, küzdelmüket azért, hogy eltartsák az öregeket, a karonülőket. Az asszonyokat, akikben a frontról érkező levelek tartották a reményt, és amikor a levelek nem jöttek többé, meg kellett küzdeniük a veszteséggel. Megsokszorozott emberfeletti erővel pótolni a pótolhatatlant, újra teremtve magukban a reményt. Asszonyok, akiknek meg kellett tanulni eligazodni egy sokkal szegényebb világban, akik újra és újra nekiálltak, hogy a túlélő férfiakkal és cseperedő gyerekükkel együtt a romokból felépítsenek egy országot. Gyakorlatilag a lakosság minden rétegét érintette, akár az első világháború. Valahol a tragédiának pont ez a szomorúság, hogy az első világháborúban a gyalogsághoz nagyrészt az egyszerű hétköznapi emberek, a szakemberek, a földművesek mentek, de ugyanúgy voltak hadnagyok is, az értelmiségből is kerültek ki. Tehát a lakosság mindegyik része, a zsidóság például ugyanúgy kivette, nem csak a város gyarapodásából, hanem a háborús veszteségekből a részét. És ugyanúgy, hogyha a vallási felekezeteket nézzük, ugyanúgy emléktáblát találunk az evangélikus templomban, ugyanúgy találunk a gimnázium árkádjai alatt, és ugyanúgy találunk az újdombavári templomnál, hiszen az újdombavári vasutasok is kivették a részüket. Tehát nagyon nehéz. Sajnos szinte nem tudunk olyan társadalmi réteget vagy olyan csoportot mondani, akinek nem lettek volna jelentős veszteségei. Óriási volt a veszteség. Katonák, polgári lakosok, elpusztult zsidó ellenállók, másként gondolkodók. Haláluk máig feldolgozhatatlan mélysebb a magyar történelemben. Város és a civil szervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés gyertyáit, koszorúit, az első világháború frontjait megjárt Fettel Károly szobrászművész által alkotott hősi szobornál.